eléggé zsúfolt napjaink vannak mostanában. Ugye nekem a lengyel hazafelé menet becsúszott egy több mint fél órás gépkésés. Semmiatt feltorlódott a munka. De szerencsére fantasztikus éles elmélyiségről tettem tanúbizonyságot a múlt héten, ugyanis elkezdtem a csiszolást. Ugye a csiszolása, most a C-merciről beszélünk, tévedés ne essék. Remélem a műsor címét is látják, nem csak azt, hogy itt ül Pista sapkába, az amúgy remek Subaru Justiába. Szóval a csiszolást ezt azért kell csinálni, legalábbis azért csinálom, hogy megkönnyítsem a lakatos munkáját, feltárom neki ezáltal a kritikus helyeket. Ugye addig kell csiszolni, amíg tiszta fémet nem találunk, abból fogja látni a mester, hogy meddig kell vágni, illetve hova kell dolgozni. Az autó egyik fele kész is lett. Nem értek nagy meglepetések igazából. Majd meglátják, mindjárt kiérünk oda Bencével. Hát átjutunk talán egyszer az Árpád hídon. Annyira jó, hogy a vidékieknek nem kell ezzel szopni, hogy Árpád híd. Na szóval az meglett, és időközben ugye a csiszolásból hazafelé jövet, csak beadtam a gátlókat, meg a rugókat ide a kárászékhoz. Hát ki mire esküszik, van aki az egyik cégre, van aki a másikra, megmondom őszintén, azért adtam be ide a kárászékhoz, mert nem csak azért, mert az egyik jó barátom dolgozik itt, és tudom, hogy rendesen meg fogja csinálni, hanem azért, mert ez van közel. Jövet menet úgy beesik. Na, és ezt át is vettük. Itt van a pakka csomagtartóban. 60 ezer forint volt, de rendes mérési jegyzőkönyvvel, mindennel gyönyörű szépen felújítva. Most pontos adatot nem tudok mondani, több mint 2000 newtonra lett keményítve a gátló, hogyha jól emlékszem, majd meg fogjuk nézni. És ami a legjobb, aminek én titkon reménykedtem benne, kiderült, hogy ezek a 13, illetve 15 mm átmérő szálvastagságú rugók, ezek bizony elég combosak, úgyhogy ha két menetet le fogunk belőlük vágni, akkor ugye még keményebbek lesznek. És akkor már nagyjából jónak kéne lennünk, de ez kicsit azért okkultikus tudomány, hogy igazán akkor fog kiderülni, hogy milyen ízű a puding, hogyha megesszük, ha belekóstolunk. Úgyhogy meg kell majd nézni, hogy terhelésváltásnál hogy viselkedik az autó, ehhez persze össze kell rakni. Csak remélem, hogy jó lesz, mert hogyha nagyon, nagyon dől és borul a bódé, ugye egyik egyszer erre billen, egyszer aztán arra billen, nekünk az kell, hogy minél gyorsabban történjen meg minden. Szerencsére a kemény gátlók ugye valamennyit elvesznek ebből, nem csak a rugók. Úgyhogy jónak kéne lenni. Remélem, hogy az eddigi legjobb csapatos autómat rakjuk most éppen össze. No de, kimegyünk a műhelybe, megmutatom a csiszolás eredményét az egyik oldalon, a másikon majd megcsinálom, hogyha hazajöttem, mert most megint elutazom 4 napra. Természetesen megint egy autós rendezvényre. Addig Bence már remélem nagyon sokat robogózik, és már szépen videózik, meg ír róla. Majd, ha mindezzel megvagyunk, akkor elmegyünk bevásárolni. Közel vagyunk már, közeledünk. Meg kell rendelni még a féktárcsákat, meg a betéteket előre. Hátra csak betét kell, oda tárcsa nem kell. Nagyon várom már, hogy kivigyük tökörre. Hát meg aztán persze a kipufogó, a fényezés. Van még mit tenni, de haladunk. Ez a lényeg, hogy haladunk. Úgyhogy most először felírtuk ezt a kicsit kellemetlenebb első komolyabb összeget, amit ráköltöttünk. Ez pedig a vételáron felül, ez pedig a 60 ezer forint. Amúgy eddig körülbelül 25 ezeret árultam ki belőle, hogy igazából ez a 4 gátló meg a rugó, ez 35 ezer forintba kerültek. Na, csapat a merci. Mindenkinek azt kívánom, hogy amíg jó az idő, meg amíg lehet hova menni, addig autózzon jó sokat. Majd lehet lesz velünk is, mégpedig augusztus végén a Hódmezőrület nevű rendezvényen, hiszen az a cél, hogy addigra kész legyen ez a kocsi, és szóljon, mint az ördög. De nagyon, ott már jó megszólítjuk tiltáson, kettőbe, amit ad. Hódmezőrület, augusztus vége, ingyenes, öreg traktorok, öreg autók, drift, csapatás, minden jó buli. Gyertek, menjünk. Nézd meg, nem ide szart a kutya, Bence. Ilyen régen voltunk itt, hogy már a kutya is ide szokik. Na. Várja. Anyád. Az a kérdés, hogy vagy ajtót csinálunk, vagy versenyautót. Hát most versenyautót csinálunk. Igen. Nem ajtót. Beleléptem.
Bele léptél? Bele mind a szar. Pontosan. Na. Front, ez megy ugye előre, nem, mintha nem lenni tök mindegy. Szépen lehomokszórták, leporfestették, átszelepelték, másik olaj, porvédő, minden. Nagyon szép lett. Csak tudjuk ugye, hogy a szépség, reméljük, hogy jósággal is párosul. Figyelsz bele, mert rúgjál valamire. Na figyelj, megmutatom neked, mit tártam föl eddig. Ugye a csiszolás, várjál, van itt, nézd, én intéztem lámpát, figyelj, ezt én vettem pénzé. Aha. Azért jó, mert pá-pá-pá-pá, mágneses. Drótkorong. Ilyen is, olyan is. Drótkefe. Hát, csiszolóvásztát szoktam használni, de meglehetősen ritkán. És ez az oldal, ez már nagyjából föl lett tárva. Mutatom. Hát ez itt ilyen minimális, ez semmi, ez alapozó tüsszentés. Itt már van egy kis gond, de ez még mindig bőven menthető. Ezek itt jellegzetes helyek. Annyira a külső küszöbben szerintem ez nem, szerintem mondom, nem teherviselő elem, úgyhogy ezt annyi, hogy ezt itt meggyógyítjuk, aztán jó lesz. Különösebb törődés nem igényel. Az autó alja amúgy tök jó. Az első komolyabb feltárás az... elnézést kérek, megfáztam a lengyel rallin. Na, az első komolyabb feltárás arra itt került sor. Világosan látszik, nem tudom, ezt a múltkor nem mondtam, azt hiszem el. Megmutatom neked konkrétan, hogy miért. Nagyon sokan megfeledkeznek róla, hogy a kerékjáratív tartalmaz úgynevezett dobbetétet. Ez ugye attól véri az autónkat, hogy a kerekek által felvelt kosz, mocsok, por ne kerüljön be a karosszéria ezen üregeibe, illetve oda, ahová nem kell. Plusz ugye az új autóknál már ilyen filcbélésű, zajszigetelési funkciót is ellát. Viszont tegyük fel a prózai kérdést, tök paraszti össze gondolkozva, üzenem minden kedves autó tulajnak, hogy ugye a szélvédőről elfolyt víz, az általában egy úgynevezett esőcsatornán vagy esőjáraton keresztül szépen levezetődik ide. Itt most meg is tudom mutatni, hogy nézze le. Ez a kis csöcs, látod? Itt látod? Várjál. Ezt. Aha, látom. Na, ide jön le, ide csöpög le. No most, hogyha soha nem veszük a fáradtságot, hogy egy közepesen puha dróttal, vagy bármivel ezt az esőcsatornát kitisztítsuk, mert ugye nem csak víz folyik oda, hanem sár, falevél, ez a fehér nyárfának ez az undorító vacka, amit ő mindenki tűszög. Nem is értem, hogy még kell az országot telekúrni nyárfával. Na, szóval végig kell szépen pucolni, különben eltömődik, nem látja el többé a funkcióját, magyarán a víz, a sár, meg minden, le fog folyni, csak nem ott és nem oda, ahova kell. És hogyha az eltömődik, akkor az itt szépen elkezd dolgozni, hiszen a sár az megtartja ezt nedvességet és megeszi a lemezt. Jó látszik itt is, ez el van tömődve, ideig fölrohadt, amúgy is szokott, mert ide veri a vizet meg a rittyót. Úgyhogy innentől ez csé, ugyanúgy ez a külső küszöb, innentől ez csé, ez a belső még jó, ezt csak le kell lápolni. Ugye ez le lesz cserélve. Aztán, hát ez a klasszikus kerékjárat, ezt azért nem forszíroztam nagyon, mert simán lehet, hogy ez így föl lesz vágva idáig, mondjuk ebbe a vonalba, és rá lesznek téve a műanyag szélesítések. Majd meglátjuk, hogy áll az autó, hogy hálára raktuk a futóművet, és leengedjük a kerekeire. Annál a másik oldalon ez még várat magára, de itt annyira sötét, hogy ide ne is gyere kamerával. Itt szerintem ugyanazt fogjuk találni, ez az ív, ez teljesen jó, ez intakt. Itt hasonlót fogunk találni, bár valószínűleg nem olyan mértékűt. Itt jól látható már a rozsdát. Amikor már látjuk a rozsdát, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a lemez az át van rohadva. Ez javítható. Itt is van valami. Itt ez teljesen jó, és hát itt az antenna körül van egy kis pörselés. Az én szememet ez bántja. Így. És akkor nagyjából ennyi. Nagyjából ennyi. Jó, jó állapotú a bódé. Na, úgyhogy haladunk, megint egy lépéssel közelebb kerültünk. Valamennyit már a cuccokból is elvittek. Mindenki szedje le a kerékjáratív burkolatot. Vagy legalább, és nyúljon be a küszöbbe, hogy milyen saras rittyót találott. Meg fog lepődni. Érdemes rászánni ezt a fél napot. Még a fakezőek is le tudják venni, mert egyszerű műanyag patentekkel rögzül
a helyére. Szóval érdemes rászánni az időt, kitisztítani, benyúlni a küszöbben, nagyon-nagyon jót teszünk vele az autónak, ugyanis ugye a menet cél az áthúz ezeken a különböző üregeken, és szállítja a kocsit. Erre a hétre ennyi, mi most elutazunk. A jövő héten, kérem állásán, egy transzfogarasi utat járunk meg, ugye Bencével kettesben, keménytetős MX-5-ös Mazdákkal, teljesen nyugdíjas módon közlekedve, ahogy az elvárható. Utána meg folytatjuk a Mercit, ez most kész, másik oldalát pedig megcsinálom, és felhívom a lakatos mestert. Facebook, speedzone.hu, YouTube, mindent ott vagyunk. Törünk fel, mint a televíziók, tiltáson.